Apró kezek és talpak a vásárosnaményvitkai görögkatolikus bölcsödében. A kicsik március végén vehették birtokba az épületet, és láthatóan otthonosan érzik magukat az intézményben. Jelenleg ugye 20-an vagyunk, de folyamatosan várjuk a jelentkezőket, ugye a kisgyerekeket, a környező településekről is, tehát nem csak a Vásárosnaményvitka, hanem ugye a Mátészalkát, tehát Fehérgyarmátig, tehát mindenkit, az egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe lévőket. Jelenleg ugye 12 munkatársunk van, karbantartónk is, van egy lelkivezető atyánk, ő Tamás atya, ő a Vásárosnaményi görögkatolikus parókiának a vezetője. Ő szokott ugye kijönni hozzánk a gyerekekhez is, énekelni, mondókázni, zenélni velük, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, úgyhogy tehát így a mindennapjaikat szeretjük ugye színesíteni. A görögkatolikus egyházmegye Európai Uniós forrásból 7 bölcsödét épített az elmúlt években. Ebből 2 létesítmény kivitelezése még nem fejeződött be. A megye számos pontján, mondhatjuk Fehérgyalmattól Rakamazig, szinte minden települi, nagyobb városban igyekszünk jelen lenni az egyházmegyénkkel. Az a cél egyértelmű ezeknek a bölcsődiknek, hogy a fiatal családok mellett minél hamarabb ott állhassunk, és segíthessük az ő nevelési folyamatukat, hiszen mindannyian pontosan tudjuk, hogy talán az élet egyik legmeghatározóbb pontja az, amikor elindul egy család, amikor elindul egy új élet, és úgy gondoljuk, hogy az a többlet, amit az egyház hozzá tud adni ezekhez a kivitelezésekhez, ezek a szolgálatokhoz, az a lelki tartalom, az nagyban gazdagíthatja a jövő társadalom gondolkozását, életét, gazdagságát. Görögkatolikus bölcsöde épült Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Nyírbátorban, Máriapócson és Vitkán. A települések kiválasztását egy igényfelmérés előzte meg annak érdekében, hogy ott segítsék az ellátórendszert, ahol arra a legnagyobb szükség van. Ezek teljesen új épületek, és olyan településen vagy település részeken, ahol erre igény volt, ezek felmérések előzték meg, hogy itt ezeken a településeken még nem megfelelő az ellátottság ezekben a kérdésekben, és talán izgalmas, és a képeken is látszódik, hogy mindez ad egy bibliai motivumot is, hiszen egy bárka formát jelképezi. Úgy gondoljuk, hogy a bárka, amióta az emberiség létezik, főleg Noé történetéből is, mert mindig tudjuk, hogy a megbékélésnek a helye, a túlélésnek a helye, a jövőnek a helye, az mindig arról szól, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat folyamatosan fennmaradhat, és talán még inkább izgalmassá teszi azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol mi magunk sem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mit hoz a holnap után, és milyen jó dolog, ha van egy biztos pont, van egy egyértelmű irányt adó és védelmet adó épület. Ezzel is gondoltuk, hogy jelképezzük a bölcsődék felé azt, hogy az egyházaknak jelenlegi küldetése világos és egyértelmű, békét, biztonságot nyújtani a társadalom szinte minden tagjának, akinek erre igénye van. Szabó Tamás azt is elmondta, hogy a bölcsődei beruházások nagyban hozzátesznek ahhoz, hogy az édesanyák munkába állhassanak, és így a családok kétkeresős modellben élhessék a mindennapjaikat.